Nagyon örülök, hogy ha nem is a megszokott rend szerint, nem is az önkormányzat által megtartott ünnepség keretei között, de így is lehetőségünk nyílik, lehetőségem nyílik megköszönni a több évtizedes tevékenységet, a több évtizedes munkát. Paks polgármestere köszöntötte a megjelenteket a keddi díjátadó ünnepségen. Szabó Péter december 14-én a pandémia miatt korábban elmaradt díjak átadását pótolta, így a dr. Pongrácz Sándor kitüntetést most vehette át dr. Fodor Ágnes. A Városi Házi Orvosi Szolgálatnál 1999. március 1-től dolgozó, jelenleg is az egyes számú körzetben praktizáló háziorvos szerint ez az elismerés a megbecsülés jele, különösen most a COVID-19 ellen folytatott harc időszakában. Minden napra a saját normális hivatalos ügymenetünkhöz képest szervezni, betegutakat tervezni, megváltozott betegutakat tervezni, látni azt, hogy azok a betegeink, akik nem COVID-fertőzöttek, hogyan maradnak el a figyelmünk elől. Ez lelkileg nagyon megterhelő. És ez gyakorlatilag jelenleg is így van. Nem látok benne a közeljövőben olyan lehetőséget, hogy most január 1-től hip-hop minden végre úgy működik, ahogyan mi azt szeretjük. De ugyanakkor meg bennünk volt az az érzés, hogy most ez a dolgunk, ezt kell csinálni. És ez sajátos módon nem engedi, hogy elfásuljon az ember. December 14-én a pedagógiai szolgálati emlékérem átadására is sor került, az elismerést dr. Vince Zoltánné vehette át. Sokoldalú vidám egyéniségének köszönhetően pályafutása során számára mindig a tanulók személyiségének kibontakoztatása, értékeinek felismerése állt a középpontban. Az egész életem arról szól, vagy szólt, még mindig, mert most visszajöttem 12 órába, most megint tanítok, hogy imádom nézni őket, amikor van valami feladat, vagy beszélgetünk, és csillog a szemük. Nagyon szeretem, amikor úgy nyilvánulnak meg, és úgy tudnak mondani dolgokat, és úgy tudnak egy problémára reagálni, hogy látom, hogy az érdekli őket, és nem csak azért, mert ez egy kötelesség. És amikor azt mondják egy óra végén, hogy na hát, már házi feladat kicsengettek, vége az órának. Tehát, hogy szerintem Itt nincsenek ilyen kiemelkedő pillanatok, ez folyamatában egy gyönyörű dolog tanítani. Horváth Katalin Mária is kiérdemelte a pedagógiai szolgálati emlékérmet, az elismerést betegség miatt később veheti át.